Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk, Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 77. Zsoltár első versét énekeljük, 77. Zsoltárunk első versét, az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Ezt követően pedig majd a 449. dicséretnek mind a három versét fogjuk énekelni. Tehát fennállva a 77. Zsoltár első versét, majd helyet foglalva a 449. dicséret mind három versét énekeljük. Oh.
Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket ezen a mai Isten tiszteleten. Tekintetbe véve, hogy a mi egyházunk a maga működését igyekszik a lehető legegyszerűbben intézni. Itt van egy-két kérdés, amire már is szeretnék kitérni, csak ahhoz, hogy tudjuk meg értsük, hogy mi is történik. Tehát most itt elsőként egy Isten tiszteleten veszünk részt, miután az Úrnapja van vasárnap, amelyen Isten igéjére szoktunk figyelni, és az ő segítségét szoktuk kérni. Amikor ennek az Isten tiszteletnek, amely rövidebb lesz, mint szokott, vége lesz, akkor fog kezdődni egy úgynevezett egyházközségi választó közgyűlés. Ez egy jogi természetű dolog, miután a választás maga is egy jogi természetű dolog. Az istentisztelet az nem jogi természetű dolog, az lelki természetű dolog, ezen vagyunk most. Tehát amikor az istentisztelet záróéneke elhangzik, akkor azon nyomban át fogunk alakulni választói közgyűlésé, amelynek keretein belül meg fogjuk bízni a következő 6 esztendőre egyházunk alkotmányát követve a világ, illetve presbiteri tisztségviselőit a gyülekezetnek, így a főgondnokot, a presbitereket és a pótpresbitereket. Azért, hogy egyrészt a törvénynek is megfeleljünk, másrészt segítsünk is, azt kértem nagy-nagy szeretettel a presbiter jelöltséget elfogadó és a presbiteri határozat által jelölté is váló kedves testvérektől, hogy legyenek szívesek ide középre ülni, és a nevüket fogom csak mondani, és akkor azt kérem, hogy álljanak fel. Valaki erre elmésen megjegyezte, hogy azt fogjuk látni, hogy szőke vagy barna, ez nyilván erre ad lehetőséget, meg arra, hogy konstatáljuk magunkban, hogy aha, tudom, hogy ő hol szokott ülni az istentiszteleten. 1, mert én is itt szoktam ülni, 2, mert ő is itt szokott ülni. Jó, tehát ez erre megy most ki, itt kortes beszéd, meg ki mit fog csinálni, ha megválasztják. Ez nem egy világi választás, itt ilyesminek nyilván nincsen semmi helye, úgyhogy ezért csináljuk ezt így, hogy ez csak azt szolgálja, hogy be tudjuk azonosítani, hogy ki az, akiről éppen szó van. Jó, többet a választásról most én nem mondanék, minek utána a közgyűlésen lesz a helye. Most arra kérem nagy szeretettel a körünkben jelenlévőket, hogy legyenek szívesek, amikor a nevüket hallják, akkor ott, ahol vannak, felállni egy pillanatra és körbenézni, hogy ki láthassa a testvéreket. Minden tisztségre egyetlen egy jelöltünk van, ez azt jelenti, hogy listásan tudunk az egész következő 6 esztendőre felálló testületnek megbízást adni. Így természetesen a főgondnok az egyúttal presbiter is, tehát van egy testvérünk, akinek kétszer is fog a neve hangzani, ez nem tévedés, ez így szabályos, hogy lehetne főgondnok valaki, ha nem presbiter. Tehát főgondnok jelöltünk Kovács Benyámin, aki egyúttal presbiterek között is fog szerepelni, 31 esztendeje végez presbiteri szolgálatot a gyülekezetünkben. Nagy-nagy örömmel adunk helyt ennek a jelölésnek, és kívánunk áldást a folytatásra nézve. Presbiter jelöltjeink ABC sorrendben. Bálint András, Bándi József, Bozóki Sándor kimentését kérte, Ötköz Zoltán, Budai András, Ezbudai Mihály kimentését kérte, Dr. Úbudai János, Fábián Csaba, Fábián Sándor, Hajdú Péter, Kálmánci Sándor kimentését kérte, Katona István, Kovács Benyámin, Kovács István, Marton Balázs, Marton Zoltán, Nagyházú Miklós, Similkó Sándor, Tóth László, Vacó László, Vacó Tamás, Vacó Zoltán, illetve Weimál Gyula és Verebes István. 24-en a meghatározott létszám szerint, közülük 20-an eddig is presbiterek voltak, 2-en pótpresbiterek voltak az elmúlt 6 esztendőben, és 2-en vannak olyanok, akik pedig a rendes presbiteri szolgálattal kezdik majd január 1-én az ilyen jellegű szolgálatot a gyülekezetben. Választanunk kell pótpresbitereket is, őket is sorolom. Banadics Szabolcs kimentését kérte, Imre András azonban a körünkben van, Kovács Benyámin ifjabb, Marton Sándor, Pilc Attila kimentését kérte, és Ziller Henrik. Tehát így áll össze a testületre a javaslatunk.
amelynek majd a támogatását kérjük. Nagyon fontos tehát, hogy akik még ezt az egyet kell elmondanom, hogy akik még érkeznek, ők is, ha választó jogosultak, akkor valamelyik bejáratnál mindenképpen írják alá a választói névjegyzéket, ugyanis csak azt tud szavazni, akinek a névjegyzékben az aláírása szerepel. Ezek után szeretettel kérem a jelenlévő gyermekeket, hogy gyermekistentiszteletre indulhatnak, vagy menjenek is, akár buzdításként is szólhat. A parókia verandáján kerül sor most erre az alkalomra, nem megyünk a gyülekezeti terembe, hanem a hivatalban kerül erre az alkalomra sor. Mi többiek pedig kérem, hogy álljunk föl, és figyeljünk az istentisztelet további részére. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Mindenható Úrunk, örökkévaló Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked ezt a mai vasárnapot, amelyen hálát adhatunk az esőért, amire olyan nagy szükség volt, és hálát adhatunk azért is, hogy mégis úgy jöhettünk el ide a te házadba, hogy nem kellett esőben jönnünk. Hálát adunk azért, mert lelki és testi szükségleteinkre egyaránt odafigyelsz. És hálát adunk egymásért is. Köszönjük, jó atyánk, mindazokat, akik ma itt vannak az Isten tiszteleten. Boldogok vagyunk azok miatt, akikre jó ránézni, akik szolgálatkészen vannak itt jelen, és boldogok vagyunk azok miatt is, akik készek arra, hogy kövessék, elfogadják, megéljék az egyháznak a zsinat által megállapított rendjét. Boldogok vagyunk, hogy egy olyan egyházban élhetünk, ahol nem attól függ a rend, hogy ki milyen lábbal kelt fel, hanem attól, hogy megimádkozott szívvel tanult emberek végig gondolják az egyház rendjét, és azt a lehető legbiblikusabb formában intézik. Így köszönjük neked az egyházunkat. Kérünk, áld meg az ige hirdetést, add, hogy mindannyiunk szíve megteljen az irántad való rajongással, és add, hogy így lehessünk ma együtt, és így indulhassunk majd tovább hétköznapi útjainkra. Amen. Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetében van megírva, a 16-tól a 21. versig terjedő szakaszba. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetének 16-tól a 21. verséig terjedő szakaszát olvasom. Miközben Pál Aténban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal, és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztóikus filozófus is vitázott vele. Némelyek ezt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopagoszra vitték, és megkérdezték tőle. Megtudhatjuk-e, mi ez az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegen dolgokkal hozakodsz elő. Szeretnénk megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, az egyház fejlődésének, növekedésének két szintere van. Az egyik a belső növekedésé, a másik a külső növekedésé. Isten egyházát a Biblia, ezen belül főleg az Úr Jézus nagyon sokszor hasonlítja növényekhez. Magától növekedő vetés. Az evangélium mag, ami kihajt és termést hoz némelyek életében. Vagy éppen a szőlőtő és a szőlővesszők hasonlata is eszünkbe juthat. A növény egészen az aratásig, a szüretig, élete végéig gyarapszik. Ezt jelenti már a neve is, hogy növény. Olyan élő lény, amelynek fő jellemzője, hogy folyamatosan nő. Ha adottak a feltételek és a növény él, akkor terebélyesedni, magasodni, vastagodni fog, kalászt és gyümölcsöt fog teremni. Na ehhez hasonlította az Úr Jézus az egyházat. Szükséges a belső és külső növekedés.
A belső növekedést az egyház tagjainak a hitbeli fejlődése adja. Mondjuk az életem egy nehéz időszakában az Isten meggyőzött arról, hogy a halottak feltámadásában nyugodtan hihetek, ugyanis ő ezt nekem megígérte. És amikor valakit a gyászában ezek után nekem vigasztalnom kell, akkor már nem azt mondom, amit régebben, hogy majd az idő minden sebet begyógyít, vagy hogy onnan még nem jött vissza senki, hanem azt mondom, hogy Jézus feltámadta halálból, örökké él, és ezt ígéri a benne bízók mindegyikének. Bízzál tehát, gyászoló testvérem, a feltámadásban és a feltámasztó Úr Jézusban. Na például ezt jelenti a belső növekedés. Mikor egyre többet hiszek a Biblia tanításából, mikor egyre jobban bízom Jézus Krisztus irántam való személyes szeretetében és az ő hatalmában. A külső növekedés pedig azt jelenti, amikor a gyülekezet lehetőségeiben, létszámában tud gyarapodni. A mai tisztújításra is tekintettel az ige fényében egy kicsit ezen fogunk elgondolkodni. A felolvasott bibliai részlet bemutatja a helyzetet, amelyben Pál apostol Athénban hirdette az evangéliumot. Növekedés, nyitottság szempontjából, ami a mai szempontunk, kétféle szereplővel találkozunk ebben a néhány igeversben. Az egyik maga az apostol, Pál, akinek az élete Krisztus által folyamatos belső növekedés. A másik pedig az aténi lakosság, akik az evangéliummal és Pállal találkoznak, de sajnos mégis érintetlenek maradnak. Három pont, rövid pont következik. Az elsőnek azt a címet adtam, hogy nekem az élet Krisztus, növekedés Pál lelkében. Második, majd meghallgatunk erről máskor is, az aténiak változatlan élete. És a harmadik pont címe pedig, aki nekem szolgál, engem kövessen, ezt mondja az Úr Jézus. Szóval az első pont nekem az élet Krisztus, növekedés Pál lelkében. Pál emberileg nézve hatalmas utat járt be a fejlődésben, a növekedésben. Nagyon nagy csoda, hogy Isten lelke Lukács által ebbe a folyamatba nagyon sokszor betekintést is nyújt. Ez nem egy rejtély előttünk. Ilyen módon, hogy látjuk az indulást, a folyamatot és a célba érést is, Pál apostol élete nagyon sokunk előtt lehet példa, egyáltalán bizonyíték arra, hogy valóban lehetséges megváltozni az Isten lelke által, lehetséges új emberré lenni és folyamatosan növekedni, folyamatosan fejlődni a Krisztusba vetett keresztjén hitben a Szentlélek által. Már Pálnak a Krisztushoz való megtérése is egy csodálatos esemény volt, hiszen ő Krisztus esküdt ellenségéből lett megadó híve az Úrnak. Ehhez természetes módon egy út vezetett. Teljesen meg kellett tagadnia önmagát. Kilépett az addigi előkelő szerepéből, elhagyta a jól jövedelmező állását, tulajdonképpen az összes meglévő anyagi lehetőségét. Ott hagyta a csodálóit, a barátait, a követőit. Egymaga maradt az Úr Jézussal. Ünnepelt vallási előkelőségből, egy megvetett, új barátai közt meg kémnek tartott vándor prédikátor lett hosszú évekre. Nehezen fogadták be Pált, még Krisztus követői is. Nehéz volt még nekik is feltételezni, hogy aki eddig üldözte Krisztust és az egyházat, az most már a Krisztus gyermeke lett, nem csupán megjátsza magát, hogy belülről tudja feltérképezni az ellenséget. De ráadásul Pál ezt az egész dolgot vállalta. Egy részét természetesen úgy, hogy nem tudta előre, hogy mit vállal. De annál nagyobb dolog, hogy menet közben, mikor egyre nehezebb lett a sorsa, akkor sem mondott nemet a Krisztussal való életre. Nem mondta azt, hogy na ennyi pont elég volt, most már leállok és nem leszek többet apostol. Pedig hát bármelyik gyülekezetnek maradhatott volna a vezetője, leélhette volna a maga kispolgári életét. Ehelyett vándorolt tovább, ameddig csak be nem börtönözték, és végül vértanú nem lett. Pál egyébként egy igen heves vérmérsékletű ember lehetett. A leírások legalábbis nem egy nagyon higgadt természetűként mutatják be. Úgy kezdi Lukács itt is, hogy Athénban is háborgott a lelke, a sok bálványszobor miatt, amelyekkel tele volt ez a város. Az itt álló görög kifejezés, ez a háborgott a lelke, a bibliai nyelvben a legtöbbször arra használatos,
Mikor az Isten gerjed haragra az emberek bűne miatt. Tehát ez nem az a háborgás, mint amikor vezetés közben idegesít, hogy aki előttem megy, még a kanyart se tudja elsőre bevenni. Az is háborgás, de ez valami más. Ez egy belső érintettség, amiről itt szól. Istennek is fáj, hogy az emberek egy része boldogan rohan a kárhozatba. Istent ez elszomorítja. Na hát valami hasonló játszódhatott le Pál lelkében is, ezért mondja a Szentlélek Lukácsnak, hogy ezt a kifejezést használd. Úgy háborog az apostol, mint aki sajnálja Atén lelkileg vak lakosait, mint aki szív szerint aggódik értük, és szeretne nekik segíteni. Krisztus lelke nélkül is lehet persze háborogni. De ilyen féltő, mások sorsa iránt elkötelezett háborgásra Isten lelke nélkül nem nagyon szoktak az emberek eljutni. Íme úgy látjuk tehát Pált, mint aki a sokadik alkalommal is lelkes, őszinte féltéssel fordul ismeretlen embertársaihoz, Jézus Krisztus szeretetével. Ennek jegyében van ott közöttük napokon, heteken át, és akinek csak tudja, annak hirdeti Jézus Krisztus evangéliumát, feltámadásának, szeretetének örömhírét. Nem csapja rájuk a város ajtaját, azt gondolva magában, hogy följetek csak meg a saját bálványimádó levetekben. Ehelyett erőt és időt ad nekik, hát ha megtérnek. Hát ilyenné tudta formálni. Ilyen belső hitbeli növekedést ajándékozott Pál lelkében az Istennek a lelke. A Krisztust üldöző ember saját bevallása szerint Krisztus rabszolgája lett, és őszinte hittel és ragaszkodással tett meg minden jót Krisztus nevében, akár érdektelen idegenekért is. Második pontunk szintén egy idézet az aténiaktól, majd meghallgatunk máskor is. Az aténiak változatlan élete. Atén, ahogy mindannyian tanultuk, egykor a görögök fővárosa volt. De mikor Pál apostol ide eljutott, akkor már csupán egy emlékeiből élő kisváros lehetett, néhány ezres lakossággal. Gazdaságban Korintus, kultúrában pedig Alexandria előzte meg már ekkor. Nehéz lehetett ezt a helyieknek feldolgozni, nyilván ez egy évtizedes, évszázados folyamatnak volt a vége. Aki valóban kereskedni, vagy éppen kulturális pezsgésben élni akart, az nyilván elment Aténból. Ott csak azok maradtak, akik leginkább a dicső múlttal akartak foglalkozni. Ez a város tömve volt bálványokkal. Talán még máshonnan is ide hozták a feleslegessé vált Isten szobrokat, mint egy skanzenként üzemelt, kulturális és vallási szempontból ez a város ekkorra. Hát amikor megjött Pál az evangéliummal, akkor őt fecsegőnek titulálták. Mindig nagyon könnyű a másik ember beszédét fecsegésnek ítélni, ha nem is értik, hogy mit mond. Hiszen akkor nem kell bevallani a saját tudatlanságot. Egyszerűen csak azt mondják, mindent értünk, de szerintünk ez ostobaság. És akkor innentől már nem is kell vele foglalkozni. Fecsegés. De ez manapság is nagy divat. Mikor valaki elveszti a fonalat, értelmetlen szócséplésnek, fecsegésnek tartja a másik mondandóját. Hát ezzel sikeresen megalázza a másik embert, meg véget vet a további beszélgetésnek. Mit tesz azonban egy tanulni kész, nyitott ember? Ha valamit nem ért, akkor annak megpróbál utána járni. Valóban fárad a megértésért. És így lehet tanulni, növekedni az ismeretben, a tudásban, de még a hitben is. Hiába éltek át nagy csodákat, ha nem gondolkodtok rajtuk, ha egy hét után elfelejtődnek. Növekedés abból lesz, ha időt és erőt szánsz az Isten dolgaira. Akik fecsegőnek tartották Pált, azok csak a fülükkel hallották. Az eszük, a szívük teljesen érintetlen maradt. Aztán az aténiak másik fő jellemzője Lukács szerint az újdonságoknak a beteges keresése volt. Na hát ez is nagyon jellemző a mi mai korunkra. Megszoktatták velünk, hogy egy telefon jó esetben 2 évet, egy szerszám, egy műszaki eljárás, néhánnyal talán többet ér meg. Folyton változnak a törvények, a boltokat is állandóan átrendezik. Minden rendszeresen a maga feje tetejére áll. Nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek többsége számára túlzottan sok már ez a változás.
Nagyon szeretnénk, ha nem kellene mindent ebben az életben mindig újra megtanulni. De ennek a dolognak egy vele járója, hogy a folyamatos változás akaratunk ellenére annyira megszokjuk, hogy némelyeknek életformájává válik, és akkor már a 2000 éves kereszténységen is azt kérik számon némelyek, hogy miért nem újul újra és újra. Itt is úgy kéne, hogy folyton minden változik, hogy minden vadonatúj. Az istentisztelet legyen olyan, mint egy showműsor. A lelkipásztor beszéde az aktuális trendeket tükrözze. Biztos sokkal többen lennénk, hogyha egy tévéműsorhoz hasonlítana az istentisztelet. Mert az újra vágynak az emberek. Mert a megszokott az nem jó, mert az unalmas. Na hát Atén népe is így gondolkodott. Mindegy, hogy mi csak újdonság legyen az, amit hallok. Na de mi lett ebből az újat hajhászó elszántságból? Semmi. Keresték ugyanaz újat, de úgy, hogy nagyon vigyáztak, hogy az újnak véletlenül se legyen hatása az életükre. Elengedték a fülük mellett, mert újra vágytak, és azt megkapták, és ezzel el volt intézve. Hát az egyház, legalábbis ha Krisztus bölcsességével jár, pontosan emiatt nem lehet a korszellemnek, vagy az évenkénti divatoknak a rabja. Csak politikájé sem természetesen. Ezzel ugyanis elfelednénk a lényeget. Az aténiak megmaradtak a maguk bálványimádásánál és emlékeinél. Hiába folytattak a vita kedvéért nagy vitákat. Hiába csábították az új gondolkodókat a városuk főterére. Mi sem változott ettől. Az egyház természetesen nem lehet skanzen, múzeum, de nem is az az útja, hogy az új divatokhoz évenként mindig megváltozzon. Atén lakosai azért nem tudtak növekedni, megújulni, mert a gondolataik nem a jelenben vagy a jövőben, hanem a múltban ragadtak, és miközben az újat hajházták, tulajdonképpen semmilyen viszonyt sem alakítottak ki az új dolgokkal. A jelen nem érdekelte őket, még az sem, hogyha valaki a számukra addig ismeretlen Isten csodálatos szeretetéről és hatalmáról tanította őket. Végül a harmadik pont, szintén egy idézet János evangéliumából. Aki nekem szolgál, engem kövessen, mondja az Úr Jézus. Hát itt most már akkor jussunk el önmagunkhoz az ókori Aténból. Egy református gyülekezetnek a választó jogosult tagjai vagyunk, a mai istentiszteletet követően például egy 6 évre szolgálatba álló presbitérium megválasztására készülünk. De vajon mi jellemző ránk igazából? Az iménti történet kétféle hozzáállásából vajon melyikben ismerünk magunkra? Engedjük, hogy az Isten szent lelke Krisztus szeretetének jó hírével, sákramentumokkal és a mostani jelenlétével átformáljon? Vagy ragaszkodunk a saját, Krisztus nélkül kialakult szokásainkhoz, hirdessen az ige bármit? Az aténi emberek közül leírja Lukács, hogy páran keresztjénné lettek. De a többiek, a zöm, akik ugyanúgy hallottak Krisztus szeretetéről, mégis hitetlenek, érintetlenek maradtak. Hiába ment házhoz az Isten lelke Pálon keresztül. Mondjuk, ha valaki pár év múlva elment Aténba, az életüket látva joggal gondolhatta. Na, ti még biztos, hogy soha nem hallottatok Jézus Krisztus szeretetéről, hiszen ha hallottatok volna róla, akkor nem így élnétek. Pedig hallottak róla, mi tudjuk, hirdették nekik az evangéliumot, csak éppen ők azzal nem foglalkoztak. Pálnak viszont nem hiába jelent meg az Úr Jézus látomásban a damaszkuszi úton. Az ő élete ugyanis teljesen megváltozott. Ahogyan Aténnak minden jellemzőjéből az állt, hogy nem ismerem Jézus Krisztust, úgy Pálnak minden jellemzőjéből az állt, hogy Jézusé vagyok, érte élek. Az Úr Jézus, a Szent Lélek pontosan ugyanaz volt mindkét találkozásban. De az egyikből szolgáló élet és hit fakadt, folyamatos lelki növekedés, nekem az élet Krisztus, a másikból meg semmi. Majd meghallgatunk még erről máskor is. A Biblia a hitet,
A növények folyamatos növekedéséhez hasonlítja. De következetes a Szentírás a növények végét illetően is. Ahogyan a gyümölcsöt nem termő növényt előbb-utóbb kivágja a gazda, hogy ne foglalja a helyet feleslegesen, sajnos hasonló a sorsa az olyan embernek is, aki hallja ugyan, de nem hajlandó Jézus Krisztus beszédét és szeretetét közel engedni magához. Isten szent lelke adja a növekedést, ha esélyt adsz erre, ha időt, erőt szánsz Krisztusra. Erre a növekedésre szükség van az egyéni hit életedben, és ebből lesz a közösségnek a belső lelki növekedése is. A sok Jézust elszántan szerető gyülekezetét a keresztjén életéből és viselkedéséből. Ezáltal tud egy gyülekezet hitében fejlődni. És ez a személyenkénti és a közösségben való saját belső növekedésünk a záloga végeredményben annak is, hogy létszámban is tudjon növekedni a gyülekezet. Választók, tisztséget vállalók, kövessük Pál példáját. Engedjük, hogy Isten lelke az egész életünket átformálja. Hadd mondják azt, akik látnak, akik ismernek bennünket, az ő számára valóban Jézus Krisztus az éltető erő, a legfontosabb, hiszen Krisztus akarata szerint él és gondolkodik. Szánd el magad a Jézusnak élt életre. Csak ez vezet az örök boldogságba. Ámen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Mindenható Úrunk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy a te ébrezgető szereteted az örök boldogság útja felé terel. Köszönjük Pál példáját, aki valóban mindent kárnak és szemétnek ítélt, hogy téged kövessen, és ezzel együtt egy gyönyörű és értelmes életet ajándékoztál neki. Nála valóban megvalósult, amit Márk evangéliumában ígértél a tanítványaidnak, hogy százannyit kapnak gyermekekből, szülőkből, családtagokból, de még az anyagi javakból is. Megtartottad és megőrizted mindvégig az üdvösségbe vezető úton. Rettenetes fekete árnyékként áll mellettük Atén lakossága, akik hiába hallották a házhoz jött evangéliumot, mégsem akartak vele kezdeni semmit sem. Köszönjük, Urunk, hogy ha mi elődeink, amikor a reformáció igéi erre jártak, akkor azonnal készek voltak arra, hogy azt mondják, mi akarunk az élő Istenben hinni, és ezáltal alakult ez a mi gyülekezetünk, és így lehetünk késői utódokként mi is boldogan és hálával ebben a gyönyörű templomban együtt. És így tervezhetünk jövendőt a mi gyülekezetünknek, az egyházmegye legnagyobb létszámú presbitériumával. És hadd köszönjük meg azt is, hogy minden egyes tisztségre sikerült megtalálnunk azt a jelöltet, aki kész arra, hogy beálljon a szolgálatba. Boldogok vagyunk, jó atyánk, hogy a te jóságod ebben is megmutatkozik. Könyörögve kérünk, add most már, hogyha az alapszintet, a belépő szintet teljesítettük, hiszen egyházjogi értelemben működőképes lehet a választás tükrében majd a következő 6 esztendőre ez a gyülekezet. Szóval add, hogy ne csak egyházjogi, hanem a te értelmed szerint is működőképes közösség lehessen. Egyre inkább, hogy ne csak azt őrizgessük, amit adtál, mint a szolga, aki elásta az 1 talentumot, hogy nehogy eltűnjön, hanem hadd tudjunk sokkal nagyobb elszántsággal tenni mindannyian, akik csak tagjai vagyunk ennek a közösségnek, azért, hogy mi magunk is növekedjünk a hitben, és ezáltal a közösség is növekedjen a hitben. Kérünk, hogy ezzel áld meg a tisztséget vállaló testvéreinket. Kérünk, hogy ezzel a szemlélettel áld meg a gyülekezet választó jogosult tagjait. Mi most itt nem parlamentet választunk, hogy majd a miniszterelnököt szurkálgassa,
hanem szeretnénk mindannyian a te akaratodat elkérni, és szeretnénk, hogyha közösségben tudnánk mindannyian a legnagyobb egyetértésben, a legnagyobb odaszánással a te akaratodért küzdeni. Elsősorban önmagunkban, önmagunkkal, és ennek az örömével és eredményével és sikerességével, aztán a közösségben is. Kérünk, hogy így ajándékozz meg minnyájunkat élő hittel. Kérünk, hogy azokat, akik kétségeskednek, fájdalmak, betegség miatt, te erősíts meg a hitben. Pálnak is voltak ilyen nehéz időszakai, és te mindannyiszor megerősítetted őt. Ezt a kegyelmet kínálod minnyájunknak, kérünk ad, hogy észrevegyék, elfogadják, akiknek erre van szükségük. Kérünk, áld meg a hittanoktatást, az ifjúsági munkát. Kérünk, hogy áld meg az időseinket is, hogy az életükben, amikor egy-egy nagy-nagy változás következik, akkor is tudjanak újra rád találni és hozzád hűségesek maradni. Kérünk, így legyél mindnyájunkkal, áld meg magyar nemzetünket, egész egyházunkat, amelyben most tisztújítás zajlik. Add, hogy mindannyiunk számára lehetőség legyen ez egy megújulásra, egy még komolyabb odaszánásra. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg még a hirdetéseket. Örömmel hirdetem, hogy jövő vasárnap keresztelő lesz gyülekezetünkben. Kővári Endre és Török Zsuzsanna Ádám nevű második, valamint Kővári Szilárd és Bonifelt Klaudia Ramona nevű első gyermeke fog a keresztség sákramentumában részesülni. Ehelyről is kívánunk újra és újra sok örömöt, gazdag áldást a családok életére. Együtt érezve hirdetem az emlékharangokat. 20-án pénteken szólt 4 emlékvers, Sipos Mihály és felesége, Sipos Mihályné Sille Lídia, valamint a Sille és a Sipos család régebben elhunyt tagjainak emlékére. Holnap 23-án szól majd 2 emlékvers, Kazi Lászlóné Szente Margit halálának a 10. évfordulóján. Szeretettel kívánunk áldott emlékezést a családok életére. Köszönettel hirdetem az adományokat is. Isten dicsőségére egy család 10 000, egy család 25 000, egy család 5 000, egy másik család 10 000 forintot, felújításokra egy család 5 000, egy család 10 000 forintot, temetőfenntartásra egy család 5 000 és egy család 5 000 forintot ajánlott fel. Köszönjük a felajánlásokat és a persejekbe elhelyezett adományokat is. Áldja meg az Úr a jókedvű és bőkezű adakozókat. Szeretettel hirdetem, hogy jövő vasárnap a szokásos országos gyűjtést tartja az egyházunk. A jövő vasárnapi persejpénzzel a Sziget-Szent Márton Sziget-Újfalúi Missziói Egyházközség templomépítését támogathatjuk. Ők a ráckevei gyülekezetből alakulnak missziói egyházközségé, tehát Sziget-Újfalun, Sziget-Szent Mártonban jött létre egy kis közösség, amelyet a ráckevei gyülekezet indított és gondozott, most már ők annyira megerősödtek, hogy önálló missziói egyházközségé válnak, és templom építésüket fogja támogatni az egész magyarországi református egyház jövő vasárnapi persejpénzével. Szeretettel kérem, hogy majd ennek megfelelően készítsük el hála áldozatainkat jövő vasárnapra. Végül az alkalmakat hirdetem, ma délután 2 órától ima óra lesz, kedden 6 órától biblia óra, amelyen Zakariás könyvének a 13. fejezetét tanulmányozzuk. Szerdán 9-től a másik biblia óra, este 6-tól kóruspróba, pénteken 9-től babamama kör, délután 4-től palánta kör, 5 órától konfirmációi felkészítő, 6:30-tól pedig ifjúsági alkalom a konfirmált fiatalok számára. Mához egy hétre istentisztelet 2-ös keresztelővel, vele párhuzamosan gyermekistentisztelet lesz. Legyen az Úr gyülekezetünknek őriző pásztora. Most pedig istentiszteletünk záró énekeként a 134. Zsoltárnak mind a 3 versét fogjuk énekelni. 134. Zsoltárunknak
mind a három versét, ez lesz egyúttal az átvezetés az egyházközségi közgyűlésbe is, úgyhogy szeretettel kérem, hogy maradjunk még együtt, hiszen a választásra most fog sor kerülni. Záró éneke az istentiszteletnek tehát a 134. Zsoltár, ez egy imádság, amellyel imádkozunk a szolgálattevőkért. Ugye az első verszakban arról van szó, hogy akik éjjel az úrházában állnak, ők kapjanak áldást. Ez természetesen arra utal, hogy akik állandó jelleggel készek az Isten szolgálatára, hát most mi délelőtt vagyunk, ezt a Zsoltárt nem is tudnánk énekelni, ha ez arról szólna, hogy csak az éjszakai vigyázókon legyen áldás. Tehát ez azt jelenti, hogy mindazokra, akik amikor szükséges készen állnak, kérjük az Istennek az áldását, és nyilván ez nem is csak a presbiterekre vonatkozik, hanem mindnyájunkra, különösen az igehirdetés fényében. Tehát egymásért imádkozunk a 134. genfi Zsoltárnak mind a három versével. Az ének alatt kérem nagy szeretettel a választási bizottság tagjait, hogy a névjegyzékekkel együtt legyenek szívesek idejönni a három székhez, ide a zongora mellé, hogy tudjuk megkezdeni majd a közgyűlésünket.